A szerdai, Pakstól elszenvedett hazai vereség után azt várták a szurkolók, hogy a kékcápák megragadják az utolsó előtti szalmaszálat és legyőzik a Szegedet. Ehhez képest a vendégek egy 11-es rohammal kezdték a mérkőzést, igaz, a negyed végére 3 pontra felzárkózott a házigazda. A második 10 percben ismét elléptek a tiszapartiak, de megint visszakapaszkodott a Nyíregyháza, a nagyszünetben 5 pont volt a különbség a két csapat között. Fordulás után is folytatódott a hullámvasutazás, 30 perc játék után viszont már 11 ponttal vezetett a Szedeák. Az utolsó negyedben jól gazdálkodott előnyével a vendégcsapat, amely végül 9 ponttal nyerte meg a mérkőzést. A hazaiak vezetőedzője érthetően csalódott volt a találkozó után. Majd totszer veribett. Hiába játszunk a saját pályánkon, a saját szurkolóink előtt, a lehető legkisebb energiával kezdjük a mérkőzéseket, és rendre 10 pontos hátrányba kerülünk. Nem védekezünk. Amit gyakorlunk edzésen, az ott helyjel közel rendben is van, a meccseken azonban nem koncentrálunk megfelelően. A vendégek vezetőedzője szerint, mivel az első percről kezdve vezettek, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Mi kontrollálók egész mérkőzés folyamatosan vezetünk 10 pont és többet. Volt esély talán korábban is szerezni győzelem, de szerintem vezetünk egész mérkőzés, mit ő is azt mondta, volt sok hiba volt. Védekező is támadom, de ilyen ez mindig, ilyen, mikor van ilyen szerda-szombat mérkőzés, mikor van sok mérkőzés, érted? De nyertünk, ez a legfontosabb volt, és semmi más, sok sikert kívánok Nyíregyházának. A találkozón 11 pontot szerző Fazekas Csaba abban látta a vereség legfőbb okát, hogy a kritikus pillanatokban rendre hibázott valaki a hazaiaknál. Fájó a vereség, mert a Paks meccs után próbáltunk talpra állni, ez nem látszódott a mérkőzésen. Vérekezésben nagyon sok hibát vétettünk, és sajnos egész meccsen mindig egy kicsit előrébb járt a Szeged, próbáltunk felzárkózni, de amikor ott volt az esély, hogy közelebb jöjjünk, fontos dobásokat hibáztunk, vagy volt egy elalott labda védekezésben, amikor nem voltunk eléggé kemények. Át kell beszélni a dolgokat, hogy miben kell változtatnunk, mindenféleképpen a védekezésbe, koncentrációba, fegyelmezettségbe, mert még egy dobásunk van Kaposváron. Őket meg kell verni mindenképp, és abba kell bízunk, hogy a Honvéd elveszítse a hátralévő mérkőzéseket, és tényleg meg kell mutatnunk, hogy igenis itt van a helyünk, de ezt be kell bizonyítanunk. A forduló másik két meccsének eredménye a következő: atomerőműese Budapesti Honvéd 83-72 és Oroszlány Kaposvár 97-86. Az alsóházi tabella élén az atomerőműese áll 18 ponttal, megelőzve a 17 pontos Oroszlányt. A 9 ponttal 6. Nyíregyháza szerdán, a 14 ponttal 4. Kaposvár otthonában lép pályára.